Ahhoz, hogy érezzünk Istent a szívünkben, és ne legyünk magányosan, ahhoz kell érzékeny lenni. De mivel minket az anyagi élvezetre kényszerítenek, úgy mondok, az egy külső dolog. És ettől, hogy ember ebbe a szenvedélybe próbál élvezni, érzékielégítéssel foglalkozni, ettől érzékenység eltompol. Csak egy példát mondom, most annyi sok vágóhíd van, és emberek mennek, vesznek húst és megesznek, és szívébe semmi nem éreznek. Vagy megölték egy állatot, benne is van egy lélek, neki ugyanannyi joga van élni, ezt nem érznek, csak mondja, hogy miért nem egészséges enni a húst. Értitek? Nem érzel. Hogyha mi már nem is Isten, és nem Istenről van szó, hogyha mi más élőlényekre nem vagyunk érzékenyek. Ugye, mint egyik ország meg akarja szerezni másik országnak a bizniszt, akkor nem érzik, hogy hány embert kell megölni, hány katonát el kell küldeni, hogy meghaljan. Nem érzünk ezt. Most a támadásra mondom, nem a védekezésre. És hogyha mi érzéktelenek vagyunk egymásra, állatokra, akkor hogyan tudjunk érezni Istent a szívünkbe? És akkor természetesen, hogy magányosak maradunk.